Az emberiség nagy részének mai biológiai fejlettségéről, a három a magyar igazság, plusz egy a ráadás mondás alapján közölve. Első, az utóbbi, kb. 50 ezer év, a tűzgyújtás technológiájának feltalálása óta, az emberiség 99%-a azt gondolja, hogy az eszközei fejlesztésével a biológiai testét is fejleszti, ami tényszerű önámítás, önmagunk becsapása. Lásd a természetes immunrendszerünk, izomzatunk, kézügyességünk, látásunk, hallásunk és az emlékező képességünk és a többi eredeti képességünk elkorcsosodását. Második. Az nem nevezhető a biológiai testünk fejlődésének, hogy ma már az emberiség egyre nagyobb része a mesterséges eszközei és papok, politikusok, katonák, orvosok és genetikusok nélkül életképtelen, sőt természetes úton szaporodásra is képtelen, lásd az úgynevezett fejlett országok, fejlett lakosait, azokat, akik meghalnak például tejtől, mongyorótól, parlagfű pollenjétől, s nem képesek gyermeknemzésre a kevés ondósejtjük miatt, nem képesek természetes úton szülni és orvosi beavatkozás nélkül. Harmadik. Vagyis nem lehet a biológiai testünk fejlődésének tekintenünk, ha olyan osztobák lettünk, hogy mindent elpusztítunk, például kígyót, békát, kukacot, szúnyogot, parlagfűt és másokat, ahelyett, hogy a természetes immunrendszerünkkel védekeznénk, vagy azt rábíznánk az ellenségünk ellenségére és azokra, akik táplálékként fogyasztják azokat, akiktől veszélyben vagyunk, vagyis úgy védekeznénk ellenük, mint teszi azt az állatvilág, a mesterséges eszközök nélkül, nem kihalva. Negyedik. Eddig főleg csak a nyakunktól lefelé lévő testrészeinket tettük függővé, korcsosítottuk el az eszközhasználatunk miatt, napjainkban pedig az agyunk van elkorcsosodóban a mesterséges intelligencia használata miatt. Igen. About the present-day biological development of the majority of humanity, 3 is the Hungarian truth, plus 1 is an addendum. 1. The latter, approximately 50,000 years. Since the invention of the technology of starting fire, 99% of humanity thinks that by developing its tools it is also developing its biological body, which is a factual self-delusion, a self-deception. See the atrophy of our innate immune system, muscles, dexterity, vision, hearing and memory and other original abilities. 2. It cannot be called the development of our biological body. That nowadays an increasing part of humanity is unable to live without its artificial devices and priests, politicians, soldiers, doctors and geneticists, and is even incapable of reproducing naturally, see the developed residents of the so-called developed countries, those who die e.g. from milk, hazelnuts, wild grass pollen, and they are not able to conceive a child because of their few sperm cells, they are not able to give birth naturally and without medical intervention. 3. In other words, we cannot consider it the development of our biological body if we have become so stupid that we destroy everything, e.g., snakes, frogs, worms, mosquitoes, ragweed and others, instead of protecting ourselves with our natural immune system, or entrusting it to the enemies of our enemies and those who consume those from whom we are in danger, that is, we would defend ourselves against them as it does the animal world, without artificial means, not extinct. 4. Until now, we mainly only made the parts of our body from the neck down dependent and stunted because of our device use, and nowadays our brains are atrophying due to the use of artificial intelligence. Yes.